Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat egy évvégi interjúra. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió minden nézőjét. Képviselő úr, tekintsünk vissza a 2021-es évre, rendkívül sok minden történt a városunkban is, és a térségben is. Hogyan értékeli beruházások, fejlesztések tekintetében a 2021-es évet? A 2021-es év egy különleges év volt. Összességében én azt mondanám, hogy akár inkább felejtsük el, hiszen a vírus szempontjából egy olyan év, amire soha nem számítottunk. Hiszen volt harmadik hullám, volt nyáron egy kis fellélegzés, és utána most jön a negyedik hullám. Azt gondoltuk, hogy megszabadulunk a vírustól, de úgy tűnik, hogy ez a vírus itt marad velünk, és bízom benne, hogy nem lesz ötödik meg hatodik hullám, de ez fontos, hogy mindenki oltakozzon, minél többen vegyük fel a védőoltást. A beruházások szempontjából én azt gondolom, hogy egy erős gazdasági évünk volt. Hiszen a magyar gazdaság, és nem csak a magyar gazdaság, hanem a világgazdaság a tavalyi évben nagyon zuhant. Visszaesett, a magyar gazdaság az Európai Unió átlagával esett vissza, de azok közé, a kevés országok közé jutott, akik már nyárára, az év közepére visszatértek abba a gazdasági pozícióba, amit a vírus előtt voltak. Tehát a magyar gazdaság bebizonyította, hogy erős, stabil lábakon áll, és folytottak azok a beruházások, amelyek már elkezdődtek akár 19-ben, folytatottak 20-ban, és folytatottak 21-ben. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan beruházás folytatódott, amire folyamatosan vártunk, hiszen útépítések történtek, olyan utakat, amihez talán 40-50 éve nem nyúltak igazából. Volt például a Tisza-Szent Imre Kunmadaras közötti út, amire azt mondta a polgármester asszony, aki nyugdíjas iskolaigazgató volt Tisza-Szent Imrén, hogy ő itt született a településen, de nem emlékszik rá, hogy mikor újították fel ezt az utat. Tehát nagyon sok dolgot be tudtunk pótolni, nagyon sok beruházás, nagyon sok fejlesztés történt, és aki itt Karcag környékén jár nyitott szemmel, elmegy a négyesen, látja a Revénél, tehát a Penny Market logisztikai bázisánál a bővítést, látja a napelemparkot, látja az AgroSprint építkezését, tehát nagyon sok építkezés van folyamatban, és hát tudjuk azt, hogy, vagy legalábbis nagyon sokan tudják Karcagon, hogy nagyon sok építkezés kezdődött el. Megújultak az utak, kerékpárutak épülnek. Azt gondolom, hogy Karcag egy nagyon szép fejlődési pályán van. Hogyan zárt az évet költségvetés tekintetében a térség? Hát nagyon sok fejlesztési pénz érkezett ide a térségbe, mert nem csak Karcagot nézzük, hanem a környező településeket, akkor nagyon sok fejlődés és fejlesztés történt. Felújítások, iskolafelújítások, egészségügyi rendszer felújítása, az oktatásban, egészségügyben, közigazgatásban nagyon sok gyönyörű építkezés volt. Ha csak itt Karcagot nézzük, az egyik legnagyobb iskola, a Kovács Mihály Általános Iskola nem csak megújult teljes mértékben, hanem bővült is, hiszen hozzá lett toldva egy olyan szárny, ami a megnövekedett igények alapján mindenképpen szükséges az iskolában. És régi diákok, amikor megnézték ezt az iskolát, akkor azt mondták, hogy szinte nem ismernek rá. Van néhány dolog, ami olyan, mint régen, a lépcsőnek a korlátja, de teljesen megújult, szinte egy vadonatúj iskola jött létre. De nagyon sok egyéb beruházás is történt, amire büszkék vagyunk. Karcagon láthatjuk azt, hogy óriási mértékben megnőtt a gépjármű forgalom. Az utóbbi 4-5 évben megduplázódott a karcagi gépjárművek száma. Tehát minden családban 1-2 van, ahol 3 autó is van, és hát látszott az, hogy a főtéren nagyon nehéz parkolni. Az önkormányzat megoldotta, hogy nagyon sok parkolót épített, és hát öröm az, hogy nem csak gépjárművel közlekednek Karcagon, hanem kerékpárral is. És a megnövekedett gépjármű forgalom mellett új kerékpárutakat kellett építeni, és kell építeni, és a régieket is megújítani. Megújul a Madarasi úti kerékpárút, és a Sugár úton vadonatúj kerékpárút kerül átadásra, valószínűleg tavaszra, vagy a nyár elejére. Karcag fejlődik, mert Karcagnak fejlődnie kell.
Melyek a tervek, akár a térséget is illetően 2022-ben? Hát nagyon sok terv van, és olyan terv, ami nem csak álom, nem csak terv, hanem meg van tervezve, meg van rá a forrás is, és meg van rá a megvalósítási lehetőség is. Csak példákat mondok a Tiszatónál, ami azt gondolom, hogy Közép-Európa legnagyobb turisztikai befektetése lesz és látványossága. Kisköré és Abátszalók között megépül a Hall lépcsőnél a rafting pálya. Ez, aki járt ilyen hegyvidéki részen, vagy látta a televízióba, az ez a gumicsónakkal, meredek hegyi patakokon való leevezés, és itt egy alföldi rafting pálya fog épülni, ahol Európa-bajnokságokat is lehet tartani. Tehát itt Karcagtól 30-35 kilométerre egy ilyen csodálatos turisztikai sportberuházás épül. De hát értesülhettek a Karcag Televízió nézői arról, hogy el fog indulni a milánói pavilonnak az építése. Bízom benne már, hogy a munkagépek fel fognak vonulni december hónapban. Épülni fog a sportpálya. Egy sportpálya, a ligetúti sportpálya egy olyan sportkomplexum lesz, ahol edzési lehetőségek, öltözők, zuhanyzók, aki járt ki a focipályára, az látta azt, hogy talán 18-19. Századi körülmények között vannak az az öltözők, a lelátó, ez teljesen meg fog újulni a focipálya és a környéke, edző területek lesznek, és hát meg fog épülni a karcagi sportcsarnok is, amire már hosszú évtizedek óta várunk, hiszen tudjuk azt, hogy Karcag egy sportos település, és nekünk még csak a sportcsarnok van, ami igazából egy jó méretű tornaterem, de ezt a város már kinőtte. Az itteni fiatalok, sportolók már kinőtték ezt, és Karcag megérdemli azt, hogy egy 21. századi sportcsarnok legyen. Térjünk át, képviselő úr, a parlamenti munkájára. Az őszi ülésszakban számos kérdést tárgyalt a parlament, a gazdasági bizottság is, amelynek a tagja, és a napokban ugye a gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazásról is döntött az országgyűlés, illetőleg az állatvédelmi törvényről is. Bontsuk egy kicsit ki, mondja el, képviselő úr, ennek a részleteit. Hát a legegyszerűbbre, a legkönnyebbel kezdeném az állatvédelmi törvény, hiszen látjuk azt, hogy a modern társadalomban nagyon sok házi állattal, akár haszonállattal élünk együtt, tartjuk őket, és elrettentő példákat is látunk, hogyha valaki a házi állatával vagy a haszonállatával embertelenül bánik, nem adja meg neki azokat a szükséges feltételeket, ami egy állat életéhez is kell, akár kínozza, akár olyan módon bánik vele, ami az állatnak veszélyes vagy kártékony, éhezteti, bántja, vagy sajnos karcagi példa is volt, hogy az állat szaporítók, amikor a hangszálát kivágták a kiskutyáknak, tehát mindenképpen szigorítani kell és szabályozni ezeket a törvényeket, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy egy normálisan működő társadalomban nem csak egymással, hanem a házi állatainkkal is emberségesen bánjunk, hiszen mindenképpen fontos egy társadalomban az, hogy hogy élünk, hogy bánunk egymással, hogy bánunk a házi állatainkkal. Szigorúdtak a szabályok, a felelős állattartás szabályai, és én azt gondolom, hogy nincs is itt semmi probléma, mert az emberek 99%-a normálisan bánik a kutyájával, macskájával, lovaival, házi állatával, de mindig van néhány ember, aki miatt meg kell szigorítani ezeket a szabályokat. És azt látom, hogy mindenképpen hatásos is. A másik nagyon fontos dolog a gyermekvédelmi törvény. Elfogadtuk azt, hogy jövő év tavaszán népszavazás legyen. Azt gondoljuk, hogy a normalitásról nem kell népszavazást tartani. De Nyugat-Európában már nem a normalitás időszakát éljünk. Olyan dolgokat kényszerítenek a társadalomra évről évre, hónapról hónapra, amire azt mondtuk néhány évvel ezelőtt, hogy ez lehetetlen. Láttuk azt, hogy Nyugat-Európában már különböző aktivisták, LMBTQ aktivisták tartanak óvodába, általános iskolába érzékenyítést. Bemennek óvodás gyerekekhez, iskolás gyerekekhez, a szülők tudta nélkül, és akkor
beszélnek arról, hogy milyen jó, hogyha valaki fiúnak születik, de lány elműteti magát, lánynak születik, de ő fiúként él. És mi azt gondoljuk, és a társadalom, a magyar társadalom jó része az, hogy ezek a felvilágosítások, a szexuális felvilágosítás a szülőkre tartozik. Ők döntsék ezt el, hogy egy óvodás gyereknek, egy iskolás gyereknek, egy általános iskolás gyereknek mikor és milyen szexuális felvilágosítást ad. Én szülőként is elítélem azt, hogy ebbe más, akár egy szervezet, egy LMBTQ lobby, egy civil szervezet beavatkozzon. A szülőnek meg kell tartani a jogát arra, hogy a gyerekeivel ő beszéljen ezekről a dolgokról. És látjuk azt, hogy Nyugat-Európában már ez nem így van. A szülők tudta nélkül bemennek ezek a szervezetek az óvodákba, iskolába, előadásokat tartanak, érzékenyítik a gyerekeket, úgyhogy mire a gyermek hazamegy az óvodából vagy az iskolából, már tele van a feje beszélve mindennel, amiről a szülő nem akar. És a népszavazás fontos ebbe a kérdésbe, és igazából Nyugat-Európában támadnak bennünket azzal, hogy a melegek ellen szól. Nem. Felnőtt 18 éves kor után mindenki úgy él, ahogy akar. De a gyermekeket csak a szüleik, csak a szülők világosíthatják fel, és ők foglalkozhatnak ilyennel. Tehát a gyermekeket meg kell mindenképpen védenünk, és fontos ez a népszavazás, hogy lerögzítsük azt, hogy ez a határ, innen nem engedünk. Adventi időszakban vagyunk, és közeledik a karácsony és az új év. Önök hogyan készülnek otthon családi körben? Hát, mint minden gyermekes család, hiszen ez egy csodálatos, emelkedett pillanata, az advent és a karácsony pillanata. Először kezdődik a ráhangulással, hiszen az adventi koszorút mindig közösen szoktuk elkészíteni. Úgyhogy a feleségem irányításával és a gyerekek segítségével. És amikor elkészül az adventi koszorú, az első vasárnap a legkisebb, második vasárnap a középső fiú, harmadik vasárnap a legnagyobb, és a negyedik vasárnap, amikor mind a négy gyertya ég, azt a két szülő gyújtja meg közösen, de mindenki előtte meggyújtja a saját gyertyáját. És hát jön a karácsony izgalommal, sütéssel, főzéssel, mézes kalács sütésével, amiben már a fiúk nagyon profik, és hát készülődünk, igazából lelkileg kell ráhangolódni erre az időszakra, mert mindenképpen egy kicsit el kell csendesülni, egy kicsit be kell fordulni, befelé kell fordulni, és hát a családra, szeretteinkre kell figyelni. És figyelni kell azokra is, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy akár bőséges étel vagy ajándék kerüljön az asztalra, és mindenképpen részt kell venni akár a cipős doboz akcióba, akár a tartós élelmiszerek akciójába. Én azt gondolom, hogy nagyon sok iskola szervezi ezt, és jó látni azt, hogy a gyerekek minden évben már megszokott módon a jótékonyság, ez egy hozzátartozik a karácsonyhoz, hozzátartozik a mindennapi élethez. De azt látom, hogy minden család egy kicsit ilyenkor már egymásra figyel, a gyerekekre, szülőkre, nagyszülőkre, és tényleg a karácsony az újjászületésről és a szeretetről szól. Miért adhat az idei karácsony többet a magyar családok számára, és mit kíván a lakosságnak? Azt látom, hogy egy különleges időszakon vagyunk túl. Sok minden felértékelődött, és sok minden háttérbe szorult fontossági sorrendbe. Ami háttérbe szorult egy kicsit, az a anyagias világ. És ami felértékelődött, nagyon felértékelődött, az az egészség. Amikor látjuk azt, hogy egyre többen vannak, akik megbetegedettek, sokan vannak, akik elhunytak, akkor elkezdjük értékelni azt a régi mondást, amikor még gyerekek voltunk, és mondták az idősek, hogy jaj, kisfiam, csak egészség legyen. És látja az ember, hogy milyen fontos az egészség, milyen fontos a társadalmi egészség, amikor találkozhatunk egymással, maszk nélkül mosolyoghatunk az ismerősökre, és nem kell attól rettegni, hogy mikor kapjuk el ezt a vírust, és hogyha elkaptuk, akkor milyen kimenete lesz. Én azt gondolom, hogy felértékelődött az egészség, a szeretet, az egymásra való odafigyelés,
És hát, hogyha tanultunk ebből az elmúlt másfél-két esztendőből, akkor mindenképpen azt tanultuk, hogy vannak fontos dolgok, és vannak kevésbé fontos, és tudjunk különbséget tenni fontos és kevésbé fontos dolgok között. Én azt gondolom, hogy ezzel az gondolattal, ezzel a tanúsággal fordulhatunk rá a következő esztendőre, amely mindenképpen gazdagabb lesz anyagiakban, és azt gondolom, hogy lélekben is. Képviselő úr, köszönöm az interjút, és kellemes karácsony, boldog új évet kívánunk önnek. Én is azt kívánom minden Karcag Televízió nézőnek, és azoknak is, akik nem nézik ezt a műsort. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra.